Szia! Budai Tímea vagyok, és most egy rétet fogunk megfesteni tulajdonképpen, ami eléggé dekoratív lesz, és nagyon sok szín fog szerepelni a képen. A következőkre lesz szükségünk, már is mutatom, kell hozzá nekünk vízfesték, kell hozzá nekünk tempera, nekem ilyen nagy kiszerelésű temperám van, kell hozzá víz és ecsetek. Nekem van egy kisebb, egy kettes körecsetem és egy vízfestékhez való ecsetem, 8-as ecsetem. Ha neked nagyobb van, az sem probléma. Valamint kell nekünk papírtörlő. És úgy gondolom, hogy ezzel így akkor készen is vagyunk. Következő lesz, amit fogunk csinálni. Először is, és még valami kell, egy szivacs. A szivacsodat beleteszed a vízbe, szívsz fel bele vizet az egyik felébe, látod, a rövidebbik élét beleraktam a szivacsnak a vízbe, felszívtam vizet, és szépen bevízezem a rajzlapot. Igen, most én famentes rajzlapra dolgozok, de nyugodtan félfamentes rajzlapra, vagy hozzám hasonlóképpen famentes rajzlapra is dolgozhatsz. Tehát bevízezem a papíromat. És a következőt fogom csinálni, mivel azt mondtam, hogy ez egy rét lesz, de tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy béka perspektíva, tehát mintha a földön kuckóznánk, úgy fogunk kinézni a fűszálak közül. És mi az, amit látunk a fűszálak között? Nagyon távol fogjuk látni az égboltot, és fogjuk látni a fűszálakat. Tehát az azt jelenti, hogy a lapunknak a tetejét kéknek az árnyalataival fogjuk megfesteni, és a lapunknak az aljára pedig zöldet fogunk. Tehát akkor be fogom vizezni a kékemet, és szépen a lapomnak hát a körülbelül kétharmadát befestem kékre. Majd adok hozzá a kékhez vizet, és jövök lefele ezzel a felvizezett kékkel, és meg fogod látni, hogy minél több vizet fogsz hozzáadni a kékhez, annál világosabb lesz a kéked. Látod? Ha pedig még szeretnél rakni, sötétíteni a tetején, akkor bevizezed, és még kéket rakhatsz hozzá. Így. Jó, és akkor haladunk lefelé. És akkor azt mondtuk, hogy az alsó egyharmad része lesz zöldes árnyalatú a képünknek. Zöldbe rakok vizet, és szépen ugyanolyan vízszintes mozdulatokkal áthúzom balról jobbra a zöldet. És mivel ez nem egy olyan rét lesz, hogy fák legyenek rajta, hanem olyan rétünk lesz, fűszálak lesznek rajta. Következőt fogod csinálni. Zöld, és mondjuk a képednek a középső harmadáról szépen ilyen mozdulatokkal. Nézek, hogy honnan indítom, középről indítom az ecsetemet, és húzom jobbra fel. Az nem baj, hogyha az egyik sötétebb, a másik világosabb lesz. Látod?
egészen feljöhetsz a lapodnak a tetejéig ezzel a zölddel. Jó. Azt szeretném kérni, hogy a lapodnak ugye a közepén egy ilyen U alakba, vagy csésze vonal alakba találhatóak ezek a fűszálak, és tulajdonképpen most majdnem, hogy egyszínű zöldeket látsz. Azt szeretném, hogyha elővennél egy ilyen vékony ecsetet, ugyanis, hogyha belegondolunk, akkor a távolban eső fűszálak azok vékonyak, a hozzád közelebb esők pedig vastagabbaknak tűnnek. És azt fogjuk csinálni, hogy például a zöldből veszel ki, hozzáraksz a sárgához, és ezzel a világos zölddel nagyon vékony vonalakat fogsz húzni. Nagyon vékonyakat. Látod? Azt is meg lehet tenni, hogy ehhez a sárgás zöldhöz adsz hozzá narancsot. Ilyen barnássá fog válni ez a szín, de szeretném, hogyha ilyen színt is raknánk oda, mert hogy ott éri a napfény ezeket a fűszálakat. És ezzel a sárgás, narancsos, zöldes színnel szépen még ott, ahol a fűszálaknak a hegye van, oda rakjál nyugodtan ebből a színből. Tehát sárga, narancs, zöld. Látod, a vékony ecsetemet használom. Majd még ezt még mindig fogom kivilágosítani, méghozzá a következő képen. Van fehérem, a fehéremet felvizezem, és ebből a színből, amit az előbb kikevertem, ez a, mindjárt mutatom, mert most pont nem lehet látni. Ebből a sárga, narancs, zöld árnyalatból veszel ki, hozzáraksz ide a fehérhez, és még tudsz odarakni még világosabb vonalakat, és mindet kérlek szépen, hogy a fűszálaknak a végére rakjál. Hát az ilyen szép, laza mozdulattal teszem oda, csak a fűszálaknak a végére rakom. Kis zöldet is ehhez a sárgához. Megint egy kis narancsot. Jó. És ugye nekem mindig balról süt a nap, ez azt jelenti, hogy a bal oldalon levő fűszálaknak a jobb oldalát látjuk, tehát azok sötétebbek lesznek, viszont a jobb oldalon levő fűszálaknak szépen a bal oldalát látjuk világosabbnak. Jó, és hogy ne mindig csak fűszálakat fessünk,
Kezdjünk hozzá szerintem mindjárt a virágokhoz, de még mielőtt hozzá kezdenék, mutatok még valamit. Hogyha a narancssárgához, mindjárt mutatom, ha a narancssárgához, felvizet a narancssárgát, és raksz hozzá lilát, narancssárgához lilát, akkor egy ilyen szép barnát fogsz kapni, és a oda tudod keverni ezt a színt. Narancssárga barna, vagyis narancssárga és lila. És tulajdonképpen ezzel határozunk meg itt a földnek a színét. Rakok hozzá ez a narancssárga lila keverékéhez egy kis fehéret. Sőt, sárgát is. Fehér, narancssárga, lila, sárga. Látod? De ha van külön okker színed, vagy van barnád, mutatom is, van barnám a festékembe, akkor ebből a barnából is nyugodtan, hogy ne kelljen kikeverni, szépen odarakhatsz ebből a barnából. Ha világosabb barnát szeretnél, akkor vegyél ki a barnádból, rakd hozzá a sárgáthoz, és szépen világos barnát oda tudsz húzni, látod? Minél több sárga van és kevesebb barna, annál világosabb lesz a földnek a színe. Jó. Na akkor ezzel készen vagyunk, és akkor most váltani fogunk. Nem vízfestékkel fogjuk tovább folytatni a festményt, hanem temperával. Én kikészítettem ide magamnak egy lapot, amit ketté fogok hajtani. Azért, mert most ez lesz a palettám, jó? És akkor a következő színekből fogok kinyomni még hozzá. Sárga. Narancs. Piros, és külön fogom rakni a zöldet. Hoppá. Kéket. A lilát. A fehéret és a feketét. Hogyha van otthon ilyen turista tányérnak szoktam én mondani, műanyag tányér, akkor szépen arra kinyomhatod ezeket a festékeket. Na akkor kezdjünk hozzá, jó? És akkor én úgy gondolom, hogy szeretnék sárga színű virágokat, tehát a temperádhoz egy icipici vizet rakasz, de hogyha nem raksz hozzá vizet, az sem probléma. Addigra már, mire hozzákezdesz a virágoknak a megfestéséhez, addigra már meg is száradt a papírod, remélem. És akkor ugye azt beszéltük, hogy a háttérben levő virágok azok nagyon kicsik, és amik közelebb vannak hozzád, majd azok lesznek nagyobbak. Ne is rakjál hozzá a festékedhez vizet, az lesz a legjobb, jó? Jó. Mondjuk lesz egy ilyen
virágunk, amelyiknek a közepébe lesz narancssárga pötty. Ne rakjál hozzá vizet, jó? Jó. Legyen olyan virágunk, amelynek sárga színű lesz a feje. És ugye már jövünk egy kicsit közelebb a képnek a szélei felé, és magadhoz is közel. Ez azt jelenti, hogy nagyobbak lesznek a virágok. Ne rakjál az ecsetet, és a festékethez vizet, jó? És csak pöttyöket rakok, majd pedig a pöttyökbe rakok feketét. Jó, ez egy másik fajta virág lesz. Sőt, azt is megteheted, lemostam az ecsetemet, le is törlöm, hogy minden ilyen virág szirmot így kihúzzol. Ne érjél bele a feketébe, jó? Tehát egy pöttyöt raktál oda, és szépen így kihúzod. Úgyhogy nem érsz hozzá a feketéhez. Ha véletlenül hozzáértel a feketéhez, akkor töröld le az ecsetedet. Jó. Ezeknek a virágoknak csináljunk szárakat is, jó? Itt van nekem zöldem. Felveszek a zöldből. Eléggé híg az én zöldem. Lepödröm az ecsetemet, és akkor szépen szárakat tudok húzni függőlegesen. Rakok a festékemhez vizet, azért mert tudom, hogyha nincs hozzáadva elég víz, akkor nem lesz vékony a vonalam. És akkor még azt fogom csinálni, hogy sárgához raktam zöldet, látod? Rakok hozzá egy kicsi vizet, lepödröm az ecsetem. Szépen ezzel is tudok húzni szárakat, tehát világos zöldet tulajdonképpen. Ezzel a sötét zölddel már most rakhatsz ide vékony vonalakat. Haladunk térben előre, hozzád közel. Jó, menjünk tovább. Vannak lilaszínű virágok is a réteken. Mondjuk, ezek lehetnek. Ismerek egy olyan virágot, amelyik lilaszínű, és ilyen hosszúkás pöttyökben vannak a virágok, ugye? Biztos te is tudod, hogy melyikre gondolok. Lilaszínű pöttyöket, csak az ecsetemnek a hegyét érintem hozzá, jó? Sőt, ide is rakhatsz. Jó, és mindegy, és most csinálunk egy világos lilát, fehérhez, fehérnek a széléhez adjál egy kis lilát, és azzal a világos lilával szépen pici pöttyöket rakhatsz rá, az előzőleg felvitt liláidra. Jó? Én a pöttyöknek a bal oldalára próbálom rakni,
a jobb oldala lesz sötétebb a virágoknak, mert ugye megbeszéltük, hogy az én virágaim általában bal oldalról kapják a fényt. Jó. Még azért rakok párat, hogy legyen jó sűrű nekünk itt ez a gyönyörűséges szép rétünk. Nyugodtan a virágok takarhatják egymást. Jó? És ugye amelyik virágok közelebb vannak hozzád, azoknak lehet nagyobb a pöttyük, ez azt jelenti, hogy az ecsetemet rányomom a papíromra, hogy nagyobbakat kapjak. Utána csinálok világos villát, és amit mondtam, a bal oldalára fogom rakni a pöttyöket ezeknek. Ezzel a világos lilával még mondjuk ide hátra is rakok pöttyöket. Nagyon jó, jó sok virágunk ezen a képen. Okay. Most csináljunk egy sötétebb zöldet, méghozzá kivettem a kékből, és a zöldhöz keverem hozzá, és ezzel a sötét zölddel fogom még húzni bele. Vékony fűszálakat. Rakjál hozzá vizet a festékedhez, és pödörd le az ecsetedet, függőlegesen tart a papírodra, akkor tudsz majd szép vékony vonalakat húzni, jó? Jó. Most még én fehér virágokat is fogok rakni, mert ugye szokott lenni a mezőkön mondjuk margaréta. A hátsó pöttyök azok nagyon kicsik legyenek, amik elő vannak, azok legyenek nagyon jó. És amikor megvagy ezekkel a pöttyökkel, lehet jó sok. Pöttyöket raktam, majd ezeket a pöttyöket szépen elkezdem így kihúzni, középről indítom, ezek margaritták lesznek. Ecsetemet berakom a pötty közepébe, és szépen ki fogom húzni, majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy milyen margaritták is lesznek ezek. Jó. Most amikor már van elég festék az ecsetedbe, akkor csinálhatod azt is, hogy a pöttyön kívülre rakod az ecsetedet, és kintről húzod befelé, a kör közepe felé. És akkor nem olyan tüskés lesz a pöttyödnek a... vagyis a margaritának a szirma, hanem lekerekített lesz. Tehát kintről húzom befele. A hátsó virágoknak nem kell olyan sok
szirmot csinálni, mert úgyse látszik, csak a folt látszik, hogy ott van egy virág. Tehát kintről befelé. Húzom. Kicsit rányomom az ecsetemet is, az ecsetemnek a hegyét. Jó. Oké. És mivel a margarétának, ha még itt kint maradt nekem egy, meg még egy, tehát kintről húzom az ecsetemet is befelé. Jó. Minden margarétának a belsejébe rakunk egy narancssárga pöttyöt. És attól lesznek igazi margaréták. Lemostam az ecsetemet, papírtörlőbe le is törlöm. És az ecsetemnek csak a hegyére veszek fel narancssárgát, és szépen lesz olyan margaréta, amelyiknek a közepébe fog kerülni a pötty. Lesz olyan, amelyiknek nekem az oldalára fog kerülni. Van, amelyiknek a tetejére. Attól függően, hogy hogyan állnak a szirmok ezeken a virágokon. És majd még mindjárt fogunk berakni. Igen, a leghátsó virágokba picit legyenek a pöttyök, jó? Jó. És még ebben még rakhatunk sárga színű pöttyöket a narancssárgába, jó? Lemostam az ecsetemet, le is töröltem, veszek ki sárgát, és ahova a narancssárgát raktál, temperával dolgozunk, és már nekem elfogyott a sárgám, inkább zöldes van már ott nekem, és én azt nem szeretném, hogyha olyan lenne, hanem tiszta sárgával dolgozom. Az ecsetemnek a hegyére veszek fel egy kis sárgát, és szépen rakhatsz egy nagyon pici pöttyöt a narancssárgákra, hogy ne csak egy színű legyen ez a margaréta belseje, ne csak narancssárga, megbolondítjuk kicsit. Na, milyen virágok vannak még a réten? Én szerintem vannak még azok a nagyon apró virágocskák, amiket én nagyon szeretek. Világos kék virágokét ne felejts. Azt fogjuk csinálni, hogy veszel ki a fehérből, oldalra rakod egy üres helyre, raksz hozzá kéket, csinálsz egy világos kéket, látod? Rakok hozzá vizet, jó világos kék legyen. Jó? És ezzel ugye ilyen nagyon picike, kicsi, világos kék pöttyöket. Csak pöttyök legyenek, jó? Ezek ilyen kicsi bokrokban vannak ezek a ne felejtsek. És látod, hogy már raktam az ecsetemhez sötét kéket is. Nagyon apró, pici pöttyök legyenek. Csak az ecsetemnek a hegye ér hozzá a papíromhoz. Amik hátul vannak, itt, ahol nagyon világos sárgával festettük meg a fűszálakat, oda jó világos színű pöttyök legyenek, jó?
világos kék, sötét kéket váltogatva teszem fel. Oké? És mindegyiknek a közepébe nem fog azért annyira könnyen sikerülni. Mosd le az ecsetedet, töröld is le róla a vizet, és akkor mondjuk ide az elsőkbe, amik hozzád közel vannak, azoknak a közepébe rakhatsz bele ilyen sárga színű pöttyöt, narancssárgát. Jó. Oké. Folytassuk most megint azzal, hogy zölddel fűszálakat festünk. Észrevetett, hogy mit csináltunk? Először megcsináltunk virágokat, húztunk rá fűszálat. Utána megint megcsináltunk másfajta virágokat, húztunk rá fűszálat, és most megint megcsináltuk ezt a kék nefelejtset, és húzunk rá fűszálakat. Csinálok egy világos zöldet is, a sárga, a zöld és a fehér keverékéből. És nyugodtan húz rá az előzőleg odarakott virágokon keresztül is, jó? Azért mutatom meg nektek, hogy papírra is rakhatsz festéket, hogy látjátok, hogy azon is lehet dolgozni, akkor, hogyha nincs otthon palettád. Nekem van. Csak szeretném megmutatni, hogy ez ne legyen akadály annak, hogy te otthon elkezd festeni, jó? Nyugodtan nem kell, hogy minden fűszál egy irányba menjen, ezek keresztezhetik egymást, látod? És amik itt vannak hozzád közel, azok pedig vastagok. Kell túlzásba vinni, mert még most még fogok ráfesteni még mindig virágokat, méghozzá milyen szint nem használtunk még a pirosat. Pirosra fogok csinálni például pipacsot. A hátsó pipacsok azok kicsik. Nem raktam az ecsetemhez vizet, jó? Nagyon pici pöttyöket tudsz oda pöttyözgetni. Majd az első pipacsok pedig lehetnek ilyen nagyok, sőt, ha az ecsetedet rárakod a papírodra, és így kicsit pödörsz is rajta. Látod, milyen sok festék van az ecsetembe? A hozzád közel eső pipacsok, azok nagyok, ugye? És azokat szépen így oda tudod rakni.
Oké. Én még azt fogom csinálni, lemosom az ecsetemet, és rakok még rájuk egy kis narancssárgát. Itasd le az ecsetedről a vizet. Tehát nem festem át a piros színű pipacsokat most narancssárga, hanem csak egy pici pöttyöt raktam bele néhányba. És a legutolsó lesz, minden egyes piros pöttyök a közepébe, vagy nem csak a közepébe, ahova szeretnél, tessék oda rakni egy fekete pöttyöt. A pici pirosakba pici pötty, a nagyokba lehet nagyobb pötty. Én még sárga virágot fogok még rakni. Na most jól tele van a képünk, ugye? Van egy olyan virág is, amelyik ilyen pöttyökből áll. Sárga. És csinálhatsz olyat. Jó, és akkor még azt fogom csinálni, hogy a sárga, a narancs, és egy pici lilát fogok hozzárakni, csinálok egy ilyen világos barnát. Temperában meg tudod csinálni te is. És még világosítani itt a földön, hogy ne legyen olyan komor. De szép lett. És akkor még az utolsó, hogy rakok rá még mindig fűszálakat, mert fűszálakból a sok is kevés. Csinálok sötét zöldet a kék és a zöld keverékéből. Jó. És amikor ezzel készen vagy, akkor szépen várd meg, amíg megszárad a festményed, légy szíves. Utána pedig nehezéget rá lehet rakni, hogy kisimítani, és egy csodálatos szép képed lesz. Parancsolj! Jó munkát kívánok! Szia!